19 éves lemezbőrzer főszerkesztője Csabai Matyi nagy ötlete volt 8 évvel ezelőtt, hogy minden évben ünnepeljük meg azokat a zenészeket, akik elérték a 60-at, és ezzel már másodszor is, és a lemezbőrzer által is legendává lettek nyilvánítva. Előttünk s mögöttünk 60 év, a torbán ismerős a név. Fiatalnak ráncsal, mi nem akarunk, szexi hatvanas a csapatunk. Vannak dolgok, amit csak mi tudunk. Hiszen előttük nem a lény, majd valahogy mindig ott alattunk. Négy kerény, kezdetben csak kettő. Hölgyeim és uraim, akkor most következzenek azok a zenészek, akik idén érték el a 65 életévüket. Fogadjuk hát szeretettel Csurgai Attilát, a Juventus együttes és Zorán dobosát. Fischer László a Korál együttesből. Volt már két kártágos emberünk az előző évekből. Itt van a harmadik, Kis Zoltán Zero, kártágó basszusgitáros. Következik egy debreceni zenész, Szalai András, aki a hajdani legendás Pantarei együttesnek volt a tagja. Szalai András. És végül egy állandóan képben levő csávó, Szikora Robert. Akkor most az a feladatunk, hogy elő kéne adni azt az első nótát, amit meg annak idén Szabó Lezl írt. Jaj, nagyon izgulunk, hölgyeim és uraim, mert most fogjuk először elénekelni ezt a dalt. A srácok már elmúltak 60 évesek, én még csak 59 vagyok. Jaj, gyerekek, bocsánat, Robi. Van egy nagyon nagy poénja a dolognak, hogy az Attila ma 60 éves. Kérlek, Attila ma van a születésnapja. És meg annyit szeretnék a műsorban elmondani, vagy műsor előtt, hogy az Attilát váltottam én a Hungáriában, de volt a Hungária dobos, aztán jöttem én, úgyhogy ezt elfelejtették bemondani, hogy a Hungáriában is doboltuk. Tényleg? Hát nem tudok mindenkit nyomon követni, hogy hol járt az elmúlt 60 évben. Végül az égi angyalok, a földön küldtek egy-két tanokat, és hogy között lehettem, én is hálás vagyok, most te dalban köszönök meg minden napot. Remek én nem is sejtettük, még mi lesz velünk. Miért mondták a szüleink, hogy jobb lesz nekünk? De aztán sokat tanultunk, és a világ ahogyan engedett. Mindig úgy voltunk boldog emberek. S mikor kezünkbe került az azóta régen műt első vitál, megéreztük, miért vagyunk kíván. Sors könnyű néven nem láttuk, de jól tudtuk, mi áll, hogy nagy dolgok várnak még rá. Aztán jöttek az élet.
édes 70-es évek a legszebb éveink, és dalokba írtuk példát titkaink. És nem maradt el egy koncerten sem a hangos ováció, és együtt lázadt a nagy generáció. És lassan új zenéket szólt, az itt-ott befogott a rádió. Ha már mindenhol, hát én ez újra valamit volt. A bícs aztán utatört magának a rock'n'roll. Hát így lett, hogy szép lett a múlt. Előttünk s mögöttünk, mi jár, be nekünk így kerek a világ.